hét 7-8 évben főként filozófiával foglalkoztam, ez lett már a fő tevékenységem, és ezt teszik ki a napjaim nagy részét, és gyakorlatilag 100%-ban ennek rendelem alá a művészi tevékenységemet is. A filozófia régóta érdekel, de azt gondolom, hogy a kor előre haladtával teljesen természetes, hogy az embert jobban kezdik érdekelni a metafizikai kérdések, és nálam ez Azért jött különösen jókor, mert régóta vágytam arra, hogy ellépjek az eddigi gyakorlatomtól, ami a fotográfia. A filozófiával egy időben elkezdtem több médiumot is bevonni, illetve magát a fotográfiát igyekszem valamilyen erősen leíró eszközé redukálni, és kizárólag akkor használom, hogyha más módon valamit nem tudok megmutatni, illetve az adott tárgy vagy téma az önmaga reprezentációjában a legerősebb, tehát nem, nem, nem érdemes arra, hogy átfordítsam bármilyen egyéb szoborrá vagy, vagy, vagy A döntősöknek rendezett csoportos kiállításon három munkát szeretnék kiállítani, és ezeknek a bemutatását azt gondolom, hogy azért érdemes az Indervelt című fotóalapú installációval kezdeni, mert ez a munka foglalja magába talán a leginkább azt, ami engem mostanában foglalkoztat. Vagyis a személyes identitás, a növényi ontológia, az emberi és a nem emberi élő közti hasonlóságok vagy kapcsolódás, és az emberi érzékelés határai. A munka egy triptihon, aminek a középső tagján egy meteoritból készült gömbtükör található. A meteorit a Campo del Cielo, ami egy 4,6 milliárd éves meteorit. körülbelül 5000 évvel ezelőtt csapódott a Földbe. A Triptihon két szélső elemén egy-egy fotográfia található, egy-egy parányfűrkész, 19. századi mikroszkóp meccetekről fényképeztem ki őket, és ezek a maga a, a a legkisebb rovar a Földön szabad szemmel nem látható, és egy napig élnek. Azt gondolom, hogy ezek a számok azért fontosak, mert ugye a meteorit mély idejéhez nincsen hozzáférésünk, nem tudjuk elképzelni, hogy ö, mi lehet az a 4,6 milliárd év, de a parányfürkészekhez sincsen hozzáférésünk, nem, hogy nem látjuk őket, de tulajdonképpen nem tudjuk elképzelni, hogy ez az egy nap, amíg ők élnek, az, az, az valójában milyen lehet. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez egy komplet életciklus. A munka maga a létes időnek, illetve a Heideggernek egyfajta kritikája kíván lenni. Azért gondolom, hogy ez fontos, mert a létes időben lefektetett ontológia tulajdonképpen az, hogy ma gondolkodunk de jól példázza azt a 2500 évet, ahogy a, a filozófia gondolkodott. Elsősorban ugye az én esetemben érdekesek a növények, és ahogy, ahogy az elmúlt 2500 évben a, a filozófia amblok ignorálta a növényeket. A minket alkotó anyag ö, szinte 100% a növényekből származik. Maga a mi közegünk, vagyis a... A légkör, vagy az atmoszféra ugye a növények munkájából származik, illetve a helyszín, ahol élünk, az pedig egy hatalmas összefüggő kert. A Totem Konflatura című szobor alapját egy nyugati vörös cédrus fa, vagy inkább pózna adja. Erre olvad rá egy alumínium öntvény. A közvetlen inspirációt pedig a Sierra Nevada-ban pusztító erdőtüzek adták, Éppen egyébként most is a Sierra Nevada-ban vagyunk, mert egy új ö, szobron dolgozom. És a két évvel ezelőtt, amikor a, a Kalifornia történetének a legnagyobb erdőtűze pusztított, akkor kivezényelték a helyi tűzoltókat, hogy a legöregebb, legnagyobb ö, mamut fenyőket vonják be tűzálló anyaggal, alumíniummal. Ö, a maga a szobor pedig azt a képzeletbeli pillanatot rögzíti, amikor megadja magát ez, a, ez az alumínium védelem, és ráolvad a, a fákra. A helyzet groteszkségét pedig tovább fokozza, hogy ugye az alumínium gyártása messze a legszennyezőbb ipari tevékenység, tehát magyarul azzal próbálják megvédeni a fákat, ami a leginkább a globális felmelegedéshez hozzátesz ami miatt pedig a fák égnek. Az állhatatosság kertje egy kinetikus installáció. 15 antik metronomot helyeztem el egy kinetikus asztalra, az antik metronomok pendulumjaira pedig egy-egy antik herbáriumból származó növényt helyeztem. Az inspiráció növényi cirkadián óra volt, ami kísértetiesen hasonlít az állati és a és az emberi biológiai órára, és tulajdonképpen ez szabályoz mindent a növényekben: az éjszakák-nappalok váltakozását, az évszakok váltakozását, a növekedési funkciókat, a terjeszkedési funkciókat, és gyakorlatilag mindent viszont egyre több jel utal arra, hogy ez a bizonyos cirkadián, cirkadián, órát a globális felmelegedés teljes mértékben összezavarja, ráadásul egyénileg zavarja össze, ami azt jelenti, hogy a növények bizonyos akár fajon belüli kommunikációja zavarossá válik, ami tulajdonképpen, a, tulajdonképpen az egész ökoszisztémát összezavarja.